Sziasztok! Az Európa-bajnokságról fogunk beszélgetni, a csoportesélyekről, hogy ki juthat tovább és ki nem. Bele is vágunk, nem? Mit gondolsz? Persze, vágjunk is bele rögtön az A csoporttal, ahol a magyarok vannak, és amiről ugye majd beszélünk egy másik podcastben is. És azért gyorsan beszélünk róluk? Hát figyelj, te mit gondolsz? Bejutunk ugye a 8-5 döntőbe, ez evidens nem, mert ugye Marco Rossinak körbe kell tekerni a balcsit. Szerintem azért jutunk be, mert a skótok nagyon gyengék. Na, ebben mondjuk egyetértünk, az biztos. Meg hát Svájc is gyenge. Igen, Svájc se jó. Tehát akár még egy második hely is meg lehet. Hát én az elsőre gondoltam, nem? Igazad, nem mondhatunk mást. Elsők leszünk késképp. Nem, amúgy komolyra fordítva azért a németek azért top csapat, tehát hiába sajnálták őket. Most miután Nagelsmann visszajött, azért azt lehet gondolni, hogy amúgy ők tényleg rendben vannak. Kroos is nem hiába tért vissza, akkor... Ő egyébként nagy formában is van, nem? Tehát ő azért... Igen, tehát a BL döntőben szerintem ő volt az egyik legjobb a mezőnyben. Én azt gondolom... És ez a német csapat most nagy valószínűséggel rendben van. Jó, persze, voltak ilyen botrányok, tudod, hogy megszavaztatták a német nemzetet, hogy mi a véleménye a német válogatottban lévő migránsokról, meg ilyesmi. Tehát egy ilyen csapat összekokovácsoló témák is voltak, tudod. De összességében szerintem ezek nem vesznek el semmit ebből a csapatból, mert tényleg minden poszton rendben vannak. Tehát, hogy olyan jól lett időzítve a forma, és annyira erős ez a válogatott, hogy én azt gondolom, hogy a csoport első hely az megkérdőjelezhetetlen. És itt jön be az, hogy nekünk viszont van esélyünk a második helyre, mert a skótoknál én azt gondolom, hogy oké, hogy van egy masszív csapat, de nem verhetetlenek, és azért amennyire jól kezdték a selejtezőket, ott a végére már kicsit elfogytak, és ráadásul pont az a játékosok sérült meg, aki bár a selejtezőkben nem volt jó, a Louis Ferguson, és hát nem is nagyon volt még állandó kezdő, viszont a Bolognával annyira jó volt itt tavaszra, hogy ő a támadásban sokat segíthetett volna, de ugye 2025-ben térhet csak vissza. A svájciaknál meg, amikor néztem így a keretet, én megmondom őszintén, szerintem ez a legrosszabb svájc csapat az elmúlt 15 évben. Hát annyira súlytalanok, annyira sok gólt kaptak a selejtezőben, ami nem jellemző rájuk, annyira gyenge volt a támadó fociuk is, tehát hogy tényleg így azt gondolom, hogy ennek a Svájcnak nagyon meg kell küzdeni, és ráadásul egy könnyű csoportban szenvedtek. Tehát itt a magyaroknak van esély, és ha jól tudom, a magyar továbbjutásra 2-30 van. Tehát a top 2-be végzünk. Igen, igen. És azért nem tudom, hogy te abban azért látsz értéket. Én látok bőven, persze. Szerintem ez összejött. Én szerintem már az óriási meglepetés lenne, hogyha csoport utolsók lennénk. Tehát ahhoz valamit nagyon el kell szúrni. Hát ezt én nem tudom elképzelni. A skótok miatt sem, meg a svájciak miatt sem. Nem tudom elképzelni. Szerintem Skócia lesz az utolsó. De hogyha mondjuk azt mondod, hogy külön beszélünk egy podcastban, akkor azt mondom, hogy majd hallgassátok meg azt is. És akkor... És a németekről mit gondolsz? Elsők lesznek? Szerintem igen. Szerintem azt nem tudom, de hogy szerintem azért az jó szokott elsülni, hogy a pont a tornára áll össze egy csapat. Tehát, hogyha már spanyoloknál szoktam ezt látni, hogy mondjuk már a selejtezők alatt nagyon rendben vannak, akkor mire a tornára érnek, ott meg már teljes padló. Hát ez amúgy most is plusz, hogy ott a hazai pálya. Plusz a hazai pálya, igen. Most végig az olaszok jutnak eszembe az előző EB-n. Valószínűleg rájuk sem gondolt senki, hogy majd megnyerik. Igen, igen, aztán és azért nekik is jól sikerült a forma a végére. Igen, igen. Meg és hát azért a ném... Edző is nagyon jó, tehát hogy... Igen, meg hát a németeknél ugye ez a forma időzítés, hát ezekkel a BL döntő, hát akkor EL döntő, akkor Leverkusen, Dortmund, Bayern, stb. Tehát, hogy szinte mindegyik csapatuk jól ment, és azért itt német kulcsjátékosok is voltak többségében. Sőt, igazából a BL győztes Real Madridból volt ugye Rüdiger, meg Kroos. Tehát, hogy gyakorlatilag olyanok a keret tagjai, akik most nemzetközi téren top csapatokban voltak kulcsjátékosok. Tehát én amúgy megkockáztatom, és azt most így visszanélkül mondom, hogy a német válogatott az egyik legerősebb itt az EB-n. Tehát akkor te végső győzelemre esélyesnek is tartod őket, akár fogadnál is rá. Én amúgy döntőbe simán belelátom, hogy eljuthatnak egy könnyű ágon. Tehát benne van. Meg ilyenkor szokott tudod jönni ez a hazai pálya előnye tényleg, tehát hogy így látsz egy pluszt a teljesítményükre. Előkerült még olyan ember, akiről most nem is beszélünk, és akkor ő lesz hirtelen az egyik meccsen a nyerő ember. Szóval... Pontosan, meg hát ugye 2021-ben az EB-n ugye nem volt ilyen, hogy hazai pálya előnye, mert ugye mindig máshol volt a meccs, de most már ugye más a téma ilyen szempontból. Ja, milyen elvihető őket az egész foci EB-láz, ami ott lehet Németországban. Szóval akkor erre a csoportra azt mondod, hogy Németország nyeri, és ki lesz a második? Magyarok. Én is azt mondom, hogy Magyarország, és akkor
Hát nálam a skótok annyira rosszak, hogy én muszáj őket utolsóra raknom, és Svájc a harmadik szerintem. Szerintem megegyezhetünk egyértelmű. Hát akkor nézzük a B csoportot. Valaki ezt mondja a halálcsoport, mert ugye itt vannak a spanyolok, horvátok, olaszok, albánok. Az albánok miatt egyértelmű. Nem, amúgy az albánok esküszöm szerintem ilyen csoportban simán okozhatnak meglepetést, mert annyira gyenge ez a csoport, hogy már legalábbis így keretekre nézve meg annyira túlértékelt, én legalábbis azt gondolom, hogy ugye a spanyoloknál, ha megnézed a keretet, összességében nem rossz, de a szövetségi kapitány, hát ő nem annyira kiemelkedő. Akkor az olaszoknál most volt egy olyan csapatfotózás, hogy ugye meghívták ugye Del Piero, Tottit, Bárcsót, akkor Antonionit, az összes ilyen... Legyenek híres játékosok is a fotón. Igen, mert egyszerűen egyrészt annyira ismeretlenek voltak, másrészt meg tényleg az volt a sztori benne, hogy kellett a motiváció, meg az, hogy feldobják a csapatnak a kedvét. Mert tényleg ez, ahogy Carlo Ancelotti mondta, jelenleg Gianluigi, szóval, hogy Donnarumma a legjobb játékosa a keretnek. Már majdnem Buffont mondtam amúgy, de tényleg, tehát, hogy annyira a csapatkapitány is, nem? Aztán. Igen, tehát, hogy annyira középszerű ez az olasz keret, de tényleg minőségi. Tehát, hogy nincsenek kiemelkedő sztárjaik, viszont csapatként szerintem nagyon jók. Tehát, hogy nem tudnád azt mondani, hogy mondjuk Scamacca, vagy bárki annyira jó játékos, hogy ő mondjuk az EB top játékosa, viszont csapatként jó, és Spalletti amúgy szereti az ilyen klubokat, mármint kereteket. Akkor ezzel most azt mondod, hogy egyébként a Scamacca az bemarad a keretbe. Persze. Meg én azt is mondom, hogy ez az olasz válogatott amúgy elmehet sokáig, mint ahogy a spanyol is, mivel a csapatjáték szinten jók, csak egyéni klasszisaik nem nagyon vannak. És a horvátoknál például van ugye Modric személyében klasszis, de hát ugye már 38 éves és a szezonban, hát már jól látszott, hogyha két meccse következett így egy héten belül, akkor már hullafáradt volt a végére, és azért Ancelotti is már pihentette őt, stb. Tehát, hogy nem véletlen nem volt ő már kezdő, és a horvátoknál szerintem az mindent elmond, hogy a válogatott keretből a legerősebb a szakmai stáb. Tehát, hogy fölküldenék a szakmai stábot, ők lehet, hogy eljuthatnának a top 4-be. Tehát, hogy azért Csorduka, meg Mandzukic, meg ilyesmi játékosokkal azért az nem rossz. A szomszéd kutyán kölykére nem lehet rosszat mondani, sajnos. Igen. De amúgy esküszöm, ez a horvát csapat most egy átalakulás előtt van, ez a sutalóféle védelem. Nem lesz rossz egy két év múlva, de szerintem ők még most csak szokják ezt a csapatot. Én is azt gondolom, tehát, hogy ha csoportba tovább jutnak, ott viszont már kellene az az egyéni húzónév. Perisic se olyan gyors, mint régebben volt. Vagy... Hát meg már 35 éves, ja, tudod azért már. Igen. Tehát azért az sok. Az albánok kapcsán meg nekem abszolút pozitívum az, amit a szakmai stáb vitt véghez. Ugye Silvinho Olaszországból jött, ott tanult, ahol Ancelottiék, azt a mentalitást hozta, amit Ancelottiék, hétfő reggel 8-ra beérkezik az albán szakmai stáb, péntek délutánig melóznak, hétvégén meccseket néznek, stb. Minden. Egy teljesen más mentalitás van már ott is, és így azt látja az ember, hogy nagyon sokat fejlődtek, taktikailag is, tehát megfogták a cseheket meg a lengyeleket a csoportba simán. Tehát, hogy nem okozott nekik ez gondot. És itt is, hogyha félvárról veszik őket, akkor szerintem szerezhetnek pontokat. De mire gondolsz, esetleg a második helyet is elérhetik, vagy azt azért nem? Mert az egyébként egész szorzó van, hogy az első kettő olyan végeznek, az 6 és fele szorzó. Hát azt talán nem mondanám, az azért tényleg nagy csoda, bár ehhez az kéne, hogy annyira lesajnálják őket, de én azt gondolom, hogy egy harmadik hely talán meglehet, és a szerencséjük van akár egy győzelemmel is. És kit mondanál utolsónak ebben a csoportban? Hát ugye a horvátok hagyományosan gyengék az EB-ken, szinte mindegyikkel leszerepelnek. Lehet, hogy pont most lesznek jók, amúgy ezt nem tudom. De én nem, azt gondolom, is lehet fogadni, hogy a csapat utolsó helyen, a csoport utolsó helyen végez. Horvátország esetében 4-es szorzó, az nem is rossz azért. Én szerintem abban van érték. Tehát tudom, hogy nem szabad ilyet mondani a szomszédra, de szerintem abban van érték. Igen, én nem valami, most azt hiszem, az olaszok lesznek az utolsók, de hát... Az is benne van amúgy, de tényleg ez az a csoporttól bármi megtörténhet. Bármi. És akkor itt kötnénk át a C csoportra, ahol Anglia a favorit, nem? Anglia abszolút favorit szerintem, tehát a szerbeket szerintem túlértékelik. Szlovénia egész jó most az utóbbi időben, hát még ott van ugye Dánia is. És akkor Anglia azt mondott, hogy sima első hely. Szerintem igen, tehát azért ezt... Maximális pont számmal. Még azt is el tudom képzelni, igen. De mondjuk én
lehet, hogy elfogult vagyok az angolok irányába, nem tudom. Nem, szerintem megnyerik ezt a csoportot teljesen simán, amire egyébként egy 4-es szorzót adnak. És hogy most kéne mondani, hogy ki lesz az, aki még mellettük tovább juthat, akkor kit mondanál? Hát ha biztos tovább jutóra gondolsz, akkor nem tudom. Nehéz amúgy. Nehéz, nem tudom. Dánokat mondjam? Hát a dánok az azért az esélyesebb. Én a dánokat mondanám, ők lesznek a második, szerintem. Nem tudom, hogy te mit gondolsz. Hát szerintem is, tehát én a szerbeket ilyen kicsit túlértékeltnek gondolom. Igen, őket magyarul... valahogy az utolsó helyre tenném a szerbeket. Igen, így a magyar csoportban is azért a selejtezőben nem voltak annyira meggyőzőek, meg hát nem tudom, olyan, mint ilyen kiöregedett fiúk csapata, vagy én nem. Tehát olyan érzése van az embernek ilyen Tadicsékkal, stb. Gudej. A dánoknál azzal, hogy így ragaszkodnak néhány emberhez, akit nem tudnak így elengedni, nem? Tehát, hogy tehát Eriksent is akkor is hívják, hogyha éppen nagyon rossz kórházban, vagy éppen nem jelent. Tehát tök mindegy, de akkor is hívják, érted folyamatosan. Igen, tehát valamit ő nagyon tudhat amúgy, hogyha ennyiszer hívják. De az is lehet, hogy a háttérmunkában nagyon fontos szerepe van, ki tudja, tehát hogy annyira fontos a jelenléte a csapatnál, hogy... Igen, a szlovénoknál, hát nem tudom, a szlovénok szerintem ilyen sötét ló lesznek. Gondolod, tehát, hogy annyira meglepő? Tehát, hogy önálló benne képesek. Van mindenféle véglet, a nulla ponttól kezdve akár a 6 ponton át is, szerintem. Mert ugye Oblak személyében a létező legjobb kapusuk van hát a tornán, tehát az egyértelmű. De hát igen, a védelem azért az annyira nem. Van előle egy Sesko, aki amúgy Sesko, nem tudom, hogy mondják pontosan, aki amúgy nem rossz, sőt igazából tök jó volt a Lipcsében. Visszatért ugye Iličić, aki ugye hát tudjuk a Bergamónak volt a játékosa is mentális problémákkal küzdött. És nem tudom, tehát ott azért a finom megfogalmazva, hogy hülye, szegény. Nem, hanem hogy ő egyszerűen nem bírta el a terhelést. Ja, tehát, hogy nem, hát amúgy nem hülyett, hát tök normális ember, meg ilyesmi, csak egyszerűen mentálisan nem volt ott. Túl sok problémája volt. Most így, hogy nézem a sorsorást, én azt gondolom, hogy a szlovénoknak valószínűleg a szervek elleni meccs nagyon fontos lesz, és ez a második körben lesz. Uh-huh. Én szerintem amúgy a szlovénoknak a legjobb a sorsolása. Tehát ez a dán-szerb dúlval kezdett, tehát nem rögtön egy pofonnal kezdenek, mint majd a szerbek, hanem úgy kezdhetnek, hogy akár egy pont, vagy három. Aha. Hát az a szerveket azért szerintem úgy lehet, hogy helyre rakják úgy az első körben az angolok. Azt mondod, hogy ilyen 0-3 kinéznek? Hát szerintem simán, de én azt gondolom. Aztán nem azt mondom, hogy az angolok most megnyerik az egész EB-t, csak hogy... De az angoloknál, hogy is mondjam, tehát, hogy ugye a 2022-es VB-n is az volt, hogy nagyon jók, ugye? Tehát ilyen végső győzelemre is esélyes. Ugye azóta csak még jobbak lettek, ugye Bellingemmel, Foden is felnőtt, stb. És így nem az van, hogy mindig itt túl sokat várunk tőlük, vagy nem tudom. Szerintem egy jobb edzővel ez azért menne nekik. Én azt gondolom, hogy az edzőn fog ez elcsúszni. De a szervek ellen még nem csúszhat, tehát azért a szerveket mi is megvertük, szóval. Az igaz. Itt van egy rakás Manchester City játékos, akkor a Real Madrid egyik legjobbja, a Bayern München egyik legjobbja, tehát azért nem. Tehát az itt tele vannak olyan játékosok, akik, ha nem mondasz nekik semmit is, lehet, hogy megnyerik a meccset a szervek ellen, most komolyan. Tehát, hogy... Pontosan. És még a padról is olyanokat küldenek be, hogy... De most csak a szervek ellen mondom ezt, mert aztán kiesés a szakaszban már teljesen más lesz. Szóval akkor ebben a csoportban én azt mondom, az angolok nyernek, de azt mondta, te is egyetértesz ebben. Igen. Aztán és akkor a végére azt mondta, hogy Szerbia. Igen, az utolsó ilyen Szerbia végez. Oké, akkor téged majd megtalálnak, oké? Ja. Majd az első kommentben leírjuk a címemet. Menjünk a D csoportra, amit gondolsz? Fú, hát én nekem így azt tűnik az egyik ilyen leginkább halálcsoport szerűségnek. Nem azért, mert annyira jó lenne mind a négy csapat, hanem mert... Lengyelország kijutott, de jó nekik. Te azt hittem, hogy nem jutnak ki. Hát amúgy szerintem sokan azt hitték, tehát annyira pocsékul játszottak, csak valahogy kiizzadták a végét. És szerintem Lewandowskiéknek most már tényleg ez lesz az ilyen utolsó búcsútorna, tehát véget ér egy generáció. Én azt gondolom, hogy a lengyel csapat iszonyatosan túlértékel, de pont ez az, hogy ugyanezt gondoltam róluk 2022-ben a VB kapcsán is, és valahogy összeszedték magukat akkor is. Tehát nem tudom, olyan képességük van, hogy a tornákra valamilyen módon így csapat szinten összeszedik magukat, és nem feltétlenül azért, mert Lewandowski nyújt klasszis teljesítményt, hanem mert mindenki így a legjobbat hozza ki önmagából. Az osztrákoknál szerintem óriási baj lesz az, hogy Alaba nincsen, persze nélküle is tök jó eredményeket tudtak így összehozni, viszont azt gondolom, hogy ez az osztrák keret, persze Zabicer, Liner, stb., tehát egy csomó olyan játékosuk van, aki jó játékos, de olyan,
olyan középszernek érzed a csapatot, viszont bennünk is ott van az, hogy egy-egy meccsre bárkit képesek megfogni. Tehát például Zabicer is, amikor az Atletico Madrid elleni visszavágó volt, a mezőny legjobbja volt. És hogyha kifog egy ilyen napot, akkor szinte foghatatlan. És én azt mondom, hogy ebből a szempontból a németek, meg a hollandok, meg a franciák olyan szinten túl vannak értékelve, hogy nem gondolnám azt, hogy mindenféleképpen biztos a továbbjutásuk. Tehát a franciáknál a csapat összeállítást én már megkérdőjelezném. Tehát például bekerült az az N'Golo Kanté, aki fogalmam sincs, hogy mit keres a csapatba. Akkor bekerült... Nem is, hogy játszott, nem, sérült volt. Szaúd-Arábiában volt, ugye, ő is. De hogy ott is sérült volt, én úgy emlékszem, igen, hogy nem. Igen, így van, és hogy ott sem nagyon játszott. Akkor Rabiot kapcsán szerintem a Juventus drukkereket kéne megkérdezni, hogy mennyire voltak vele elégedettek. Akkor Giroud nem volt rossz a Milánban, de azért neki is több volt az inkább necces mérkőzése. Kolomuáni teljes betli volt a PSG-be. Türam, hát nem tudom, Türam kapcsán ő tényleg csak Martínez mellett tud jól játszani, egy olyan támadó mellett, aki maximálisan így alájátszik, és nem gondolnám, hogy Bappé vagy Griezmann ennyire alájátszana. Coman hát alig lépett pályára most a bajnokban. Nem lehet, hogy annak a következménye, hogy már 12 éve ugyanaz a szövetségi kapitány, tehát hogy megvannak a kis bizalmasai, és azokat viszi mindenhol. Pontosan, ez egy nagyon jó észrevétel, ugyanazok az emberek mennek, kvázi egy-kettő, akit így beépít, meg minden, és így azt gondolnád, hogy ez egy nagyon jó csapat, de rengeteg poszton vannak hibák. Tehát például, ha Upamecano kezd majd a védelembe, hát láthattuk a Bayern Münchenbe, hogy BL meccsek mentek el rajta, meg bajnoki cím ment el rajta. Tehát, hogy egyszerűen akkora hibákat védett, azt hiszem talán volt két olyan egymást követő mérkőzés, amikor kiállították a BL meccsen, rákövetkező Bundesliga meccsen is kiállították őt. Tehát, hogy egyszerűen fejben ő annyira nincsen ott, és például Koundénak is voltak nagyon necces meccsei a Barcelonába. Szóval én nem gondolnám azt, hogy ez a francia válogatott mindenképpen a legfőbb esélyes a EB győzelemre. Lucas Hernández ugye nincsen a védelemben, mert megsérült. Én meglepődtem, hogy Todibót nem hívták be, mert annyira jó volt az ősz. Oké, hogy tavaszra kicsit elfáradt, de sokkal jobb teljesítmény nyújtott némelyik védőnél. Azt meg pláne nem értem, hogy Kefren Türam hogy maradhatott ki, tehát hogy Kanté miért kellett helyette. Türam kiemelkedő volt, és nem véletlen az, hogy több sztárcsapat is akart érte harcolni. Szóval én azt gondolom, hogy ez a francia csapat, ez megint túlértékel, de egyszerűen Mbappé és Griezmann miatt, illetve Tchouaméni és Kamavinga miatt annyi a sztár, hogy valahogy el fognak jutni a legjobb négybe, és onnan már simán döntőzhetnek. Akkor nem vársz ilyen meglepetést, hogy a csoportban mondjuk az osztrákok a csoportnyitó napján, vagy második napján játszanak, azt hiszem, igen, második napján játszanak, hogy a franciák az első meccsen mondjuk esetleg döntetlent játszanak, vagy kikapnak, ezt nem tudod elképzelni az osztrákok ellen? Hát, hogyha az Zabicseréknek olyan napja lesz, akkor benne van. Tehát, hogy az benne van akár, de nem feltétlen mondanám. Tehát azért erre a franciák szoktak figyelni most már ugye a Szenegál óta, hogy ezt azért... Szóval azok alapján egyébként a franciák azok egyértelmű esélyesek a csoportba, utána jönnek a hollandok, osztrákok és a lengyelek végül. Hát nekem amúgy a hollandoknál is ez a keret összeállítás, az, hogy Zirkzee nem került be, oké, hogy sérült volt, meg minden, de még amikor nem volt sérült, akkor sem merült fel az, hogy bekerül. Tehát, hogy egyszerűen az a játékos, aki a Bolognát top 5-be vitte az olasz bajnokságba, és tényleg kiemelkedő volt, és jövőre valószínűleg a Juventus támadója lesz. És tényleg egy rendkívül intelligens, sokoldalú csatár, akire óriási szüksége lenne ennek a holland válogatottnak, úgy, hogy egyszerűen nincsen jó csatára. Azt meg sem akarták hívni. Utána mondjuk meg is sérült, tehát ebből a szempontból szerencséjük volt a szövetségi kapitánynak, de szerintem ez Koeman benézte volna akkor is, mint hogy benézte azt, hogy Madsen nem került be, szintén, aki ugye BL döntős volt a Dortmundban, és a csapat egyik legjobbja volt. Martin de Roon szintén sérült volt, azt szerintem óriási érvágás. A középpályán az a szerencséje a holland válogatottnak, hogy ugye Kobb Meiners nagyon jó játékos, akkor... Ha Frenkie de Jong felépül, és ez egyelőre egy óriási kérdője, hogy felépül-e megfelelően, tehát hogy őt úgy válogatták be, hogy nem tudják pontosan, hogy játszhat-e majd teljesen 100%-osan. Xavi Simons esetében pedig ő is top játékos, de azért tavaszra már voltak neki is neccesebb meccsei. Én azt gondolom, hogy ez a holland válogatottnak tovább kell jutnia, mert egyszerűen kötelező a továbbjutás.
de ők sem annyira meggyőzőek, mint amennyire őket pozícionálják. Például a kapus poszton szerintem ott válság van, tehát egyik kapus sem kiemelkedő. De akkor milyen sorrendet állítaná fel a csoportba? Fú, hát nem tudom. Azért ugye ez a francia, holland, osztrák, lengyel, ez adja magát, de szerintem itt tényleg bármi megtörténhet, és nem azért, mert annyira esélyesek az osztrákok például, hanem mert egy meccsen bármire képesek is. És a hollandok is bizonyították, hogy így be tudnak nézni meccseket. És szerinted Pogba hány gólt rúg? Azt nem tudod, hogy... azt nem tudom. A börtön válogatott majd esetleg. Most ugye a hollandok kapcsán át is köthetjük akár a következő csoport, az E csoportra, mert a belgáknál meg pont, hogy nem szavaztak bizalmat a kapusposzton a Real Madrid kapusának, ugye? Tehát azért ez meglepő, hogy ott nem hívták be. Hát az, hogy Courtois nem fért be a keretbe, ez egyszerűen ezt nem is értem. Tehát, hogy oké, hogy tisztában lehettek vele, hogy akkor még nincsen 100%-os állapotban, de szerintem, hogyha megkérdezik a Real Madrid orvosi stábját, akkor nagy valószínűséggel ők tájékozódást adtak volna, hogy figyeljetek ide. Nincs most leírták őket, nem? Tehát, hogy csak kapcsolatban van velük, vagy nincs? Hát én nem tudom. Hát én nem tudom, de ez szerintem egy óriási baki, hogy az az ember, aki a BL döntőt kvázi megnyeri a Real Madridnak a védéseivel, minden, azt egyszerűen nem hívják be, mert hogy ugye nem játszott a szezonba. Courtois-nál megtanulhattuk, hogy ez lényegtelen. Tehát, hogy ő, ha bejön a semmiből, sérült volt 2 hónapot, ő akkor is top klasszis teljesítményre képes. Oké, hogy ott van a Courtois, De Bruyne vita, ami már nem tudom hány évtizedre húzódik vissza, de szerintem nem tudom, nekem ez a belga csapat. Gondolsz, hogy esetleg De Bruyne okozta ezt az egészet? Tehát, hogy megfúrt a csapaton belül? Hát figyelj, akár még az is benne van, hogy itt volt a lehetőség, tudod, hogy most akkor lehet mire fogni Courtois-t, és akkor ez benne van. Mindenesetre majd, hogyha majd hátra ez az EB-n De Bruyne, akkor majd Castells fogja látni a kapuba, aki 8 válogatottsága van eddig. Hát azért az nem olyan magabiztos. Nem, igen, nem olyan. Mert hát ez a belga védelem is, nem? Azért az... Hát igen, itt azért... Ez nem egy kompáni féle. Itt az előfordult, hogy apa-fia levő meccset nézni, és mind a ketten tudják, hogy ki ez a Vertonghen. Igen. Tehát azért, azért már közel 40 évesen még mindig itt van. De lehet, hogy válogatottsági rekordot akarnak vele döntetni. Ki tudja. Az is lehet. De nem tudom, neked mi a véleményed erről, belgák, megnyerik ezt a csoportot? Szerintem nem fogják megnyerni, mert szerintem nem csak, hogy behívják Vertonghent, hanem hogy Bayer is küldik, tehát, és több ilyen név van. Tehát, hogy mit keres itt a viccel. Vagy ezt most vettem észre, hogy van egy onanájuk egyébként a középpályán. Hát az nem az, akire te gondolsz. Az onaná, igen. Szóval szerintem ezt a csoportot nem fogják megnyerni. Még úgy is, hogy... Vagy lehet, hogy megnyerik, mert most gondolkodok, hogy azért az ukrán csapat se olyan jó, a román csapat se olyan jó. És a szlovák se, tehát lehet, hogy ez a szerencséjük, hogy szerencsés sorsolásuk van. Hát de mindannyian a szomszédaink. Ja, értem. Tehát, hogy rosszat mindenképpen ott lesz a címem alul az első oldásodásban. Nem, így most belegondolva, a belgák nem fogják az egyens kiesést a szakaszban, ott valószínűleg, hogy csúnyát fognak bukni, de csoporton belül most így az ellenfelekre is ránézve, én azt mondanám, hogy lehet, hogy mégiscsak megnyerik a csoportot. Aha, és akkor ki lenne a második? Ki az, akit így elsőre mondaná? Hát nehéz. Most én is kérdezek, visszakérdezek, hogy tudsz mondani 3 román játékost? Hát Mutu már nem. De már nem. A fenébe. Mirica? Jó, hát én soha nem. A Lacika. Mirica, Lacika. Nem. Én azt mondom, hogy belgák nyerik a csoportot, és utána jönnek az ukránok. Igen, tehát mondjuk azért ott voltak olyan játékosok, ugye náluk van a spanyol gólkirály is az ukránoknál, tehát azért vannak jó játékosaik. Szerinted van hatása az ukrán-orosz háborúnak az Ukrajna teljesítményre az EB-n akár bírói segítségben, vagy bármilyen szinten? Azt gondolod, hogy azért, mert háború van, így nyomnák ők? Hát volt ilyen valaha szerinted, vagy nem tudom, látta ukrán válogatott meccseket, hogy ezt így tapasztaltad el, vagy nem? Vagy... Ezen még így nap gondolkoztam, megmondom őszintén, de van benne rációs simán, meg abban is, hogy az ellenkező pont emiatt nem nyomják majd őket, tehát nem akarnak balhét mondjuk egy továbbjutással, vagy ilyesmi, érted? De az ukránoknál is azt érzem, hogy nem nagyon jött meg még az utánpótlás, mint ahogy a belgáknál is. Kicsit ezt érzem, hogy kimaradt a következő generáció, hogy legalábbis nem sikerült beépíteni, vagy nem sikerült belőlük jó csapatot összehozni. Én azt gondolom amúgy, hogy az ukránoknál van egy ilyen átmenet, és van, hát látszódik az, hogy például a Zabárnyi, akkor a Lunin, akkor a Dovnyik, ők olyan játékosok, akikre majd lehet építeni. Nem tudom, hogy most már le lehet-e építeni, mert persze abban a korban vannak olyan 25-26 évesek, mint ugye az Zinchenko is 27 vagy 28 éves, azt hiszem,
És tényleg nem egy rossz kor, csak lehet, hogy nekik még kell még egy torna, hogy beérjenek. Mert ugye például Mudrikon is látszott, hogy azért ő sem váltotta be a PL-ben azokat a álmokat, amiket gondoltak, amikor leigazolta őt a Chelsea. Hát ő nagyon mellé jön szerintem, tehát őt valószínűleg egy utólag is majd visszanézzük, mert a Premier League legrosszabb igazolásai között lehet, hogy ott lesz. Tehát... Igen, tehát ilyen top 5-ben lesz ő is. Hát de például én azt mondom, hogy ha lenne egy bátor tippem az EB-re, akkor az az, hogy a Dovbik az gól király lesz. Az ukrániát. Igen. Tehát hogy nála benne van az így egy-egy meccs, hogy szór 3-4 gólt a semmiből. És itt simán benne van, hogyha megszúrja a szlovákokat vagy a románokat, sőt akár ezt a belga védelmet is, hogy már a csoportkor után mondjuk lesz ilyen 5-6 gólja. És hogyha szerencséje van, akkor a 8-at döntőben még rúg egyet, és 7-8 góllal azért már simán gól király egy játékos. Ez nem rossz tipp. Én ezt amúgy simán belátom, mert ez annyira gyenge csoport, hogy itt mondom bárkit. Azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, azért ő a Zsironába játszik, ugye? Tehát, hogy most igen. Az elmúlt 1-2 idényben lett így, mert azért nem 22 éves. Nem. Tehát, hogy ő így az elmúlt 1-2 szezonban, és így a 26 válogatott meccsen a 8 gól, nem sok első spanyol bajnoki szezonjában a 24 góllal a gól király cím szerintem, nem sok úgy, az utolsó fordulóba, amikor nagy volt a tét, mert talán a Sorlotnak volt 22 vagy 23 gólja, azt hiszem 23 volt neki, és az ukrán srác meglőtt egy Mester 3-ast, és azzal lett ugye gól király. Ez nem rossz tipp, ezt így jegyezzük fel szerintem, hogy... A másik tippem meg nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, hogy vagy Openda, vagy Lukaku kezd majd a belgáknál, de hogyha Openda kezdene, akkor szintén egy ilyen gól király címet így megnéznék nála. De nem biztos, hogy Lukaku kárára kezdetik majd. Őt nem tudsz elképzelni, hogy mindkettőt pályára küldjék? Hát amúgy ilyen magasság alapján szerintem simán, mert ugye a Lipcsébe benne volt az, hogy ugye ott is úgy kezdtek, hogy Openda volt a gyors és alacsony támadó, és mellette volt egy magas. Csak nem tudom, hogy a belgák játéka majd erre épül-e, vagy inkább arra, hogy akkor a széleken bontják meg Dokuékkal a játékot. Nem tudom tényleg, hogy ez hogy működhet ott, mert... Most még így azon gondolkodok, hogy a Tedesco miatt lehet, hogy nem Lukaku fog játszani, mert ugye azt hiszem, hogy a Lipcsébe is volt edző. Igen, ez benne van. Ez benne van, csak mondjuk ő nem edzette Openda-t, de összességében benne van az, hogy lehet, hogy onnan hallott infókat mondjuk, hogy akkor Openda jó volt, és akkor lehet, hogy őt fogja kezdeni. Vagy Lukaku éppen nem csinál semmit a szlovákok ellen 90 percig, és akkor megunja, és akkor következő meccsen már. Igen, már amúgy láthattuk, hogy Lukaku azért a VB is maximálisan elment, amikor a gólvonalról hagyta ki a helyzeteket. Ő szereti nézni a meccseket, ugye, tehát egy igazi szurkoló. Igen. Még azt mondtam, hogy nézd meg majd a szlovákok keretét esetleg, hogyha majd lesz időd, vagy bárki nézze meg. Hát egészen brutális, tehát, hogy... Senkit nem tudsz belőle. Nem a nevek, hanem hogy honnan jönnek, tehát török bajnokság, dán bajnokság, arab emirátus, Csehország, Széria, Belgium, Svájc, Ausztrália, tehát brutális. Hollandia. Ilyen mindenhonnan. Mindenhonnan. Majd azt mondta, hogy ez egy hazátlan nemzet, de hát ilyet nem mondhatunk. Ilyet nem szabad. És amúgy ilyenek vannak benne, hogy így nem tudod hova tenni, hogy ez a csapat mennyire lesz erős. Tehát hogy nem az van, mint a Hamsik korszakban. Hát igen, igen. Hogy azért ott nagyjából tudtad, hogy mire képesek, de itt most amúgy nem nagyon. Hát igen, nehéz belőni. De most ez a gondolkodó lehet, hogy a szlovák csapat az egyetlen, aki az ausztrál bajnokságot is elhozza a Robert McFamin. Igen, esés. És akkor itt átkötnénk az F csoportra, hogy az Portugália nyeri, nem? Persze, és szerintem Ronaldo lesz a gól király. Igen? Olyan? Nem is tudom, hogy én Ronaldo azt csinálom, hogy amikor már megnyertük a meccset, akkor küldeném be, hogy azért ott legyen ő is a pályán, és a szurkolóknak is eleget tegyek. Azt gondolod, hogy már nem kezdőszint? Most ezt majd így... Ki kell vágni, igen, mert ugye utólag, hogyha megnézzük, hát azért azt sejtezzük, hogy ő volt a legeredményesebb portugál. Igen, csak meg azért mégis Szaúd-Arábiába rúgtossa a gólokat. Igen. Csak szerintem nem ő rajta múlik ezt, hanem nagyon erős a középpálya. Védekezésük is nagyon jó, tehát emiatt jók a portugálok szerintem. Csatárpasztó akkor... nem igazán találták meg szerintem még azt, aki így bepasszolná ebbe a rendszerbe. Tehát akkor így ilyen csapatszinten jók ők, nem? Szerintem igen, de most ezek milyen furcsa mondatok ezek, tehát a Ronaldo 206 válogatottsággal 128 gólt rúgott, és akkor azt mondom, hogy portugálok még nem találtak csatárt. Igen, tehát azért Ronaldo szerintem még majdnem 40 évesen is elképesztő, az azért abban megegyezhetünk, hogy oké, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy tényleg jobb lenne az,
hogyha mondjuk egy 60 percet kezdene a Ramos, és akkor ilyen utolsó 30-ra megbeállna ő. Tehát igen, mert lehet... a portugálok azért egy brusztónak egy keményet mindig, és abban ő már nem biztos, hogy annyira benne van. Meg azért, tehát ki kellene rúgott gólt, tehát Luxemburg. Izland ellen volt egy meccsük a portugáloknak a selejtezés alatt, amit tényleg az ő golyával nyertek meg, ott az nagyon fontos volt. De hát most Luxemburgnak te rúgod a hatodikat, meg a hetediket, vagy nem tudom, tehát ott már az, vagy Boszniának a negyediket, meg ötödiket. Igen, tehát hát én mondjuk azt gondolom, hogy ő ilyen szuper csicsereként szerintem nagy húzás lenne. És mit gondolsz, lehet vele olyan, mint volt a legutóbb, hogy lesérül, és hát nagyon látványos jelenet lesz, hogy... Ja, hogy mézé, hogy sír a pályán, vagy valami ilyesmi. Hát azt akár ez is, vagy hogy bittom visszajön bekötve a lábába, és akkor ezt nagyon szeretik osztogatni, vagy hát nagyon szeretik a közösségi médiában, hogy ő a, akkor hát, edzője vált, vagy ő volt a szövetségi kapitány helyett. Ja, hát ez benne van, bár azért nem gondolnám, hogy Roberto Martínez ennek annyira híve lenne, hogy ilyeneket alkalmazzon. Tehát ő azért szerintem egy karakánabb ember ennél. És szerinted a csapaton belül még egy elfogadják, hogy Ronaldónak ott kell lennie? Tehát... Abban szerintem biztos vagyok, mint hogy Pepének is. Tehát, hogy Pepe 41 évesen még ott van a válogatottban, és ilyen elnyűhetetlen, akkor Rui Patricio is ilyen 36 éves. Tehát, hogy is mondanám, ez olyan csapat, hogy ilyen próbálnak ők már megújulni, csak egyszerűen nem engedik. Tehát, hogy simán lehetne itt egy Diogo Costa a kapus például, akkor Ruben Diasék a védők, stb. Tehát, hogy benne van az, hogy egy ilyen 28-30 évesekből álló top csapat kijöjjön, csak valahogy így visszanyúlnak a régiekhez, ami egyfelől nem baj, mert végül is azért megbecsülik őket, de másfelől kicsit olyan fura. Igen, mint minden csapat részben hagytak volna egy ilyen régi vezéregyéniséget, talán a középpálya az, amiből ez kimaradt ez a dolog. Akkor mit gondolsz a portugálokról? A csoportot megnyerik szerinted is, vagy? Én szerintem megnyerik a csoportot. Talán. Szerintem meg, mert ez nagyon gyenge csoport. Én itt megkockáztatom, hogyha a portugáloknál itt valaki megtalálja a gólcipőt, akár Ronaldo, és itt tényleg itt is rúghat úgy, mint a másikban egy 4-5 gólt. Tehát, hogy ez simán benne van. Ez a cseh válogatott szerintem ez nagyon súlytalan, tehát, hogy abban a csoportból Albánia így megszorongatja őket, és tényleg szenvednek végig, azt szerintem nem meggyőző. Szerintem egy ponton a csehek se gondolták, hogy kijutnak. Tehát volt egy pont, ahol talán nem is voltak kijutó helyen egész sokáig, úgy emlékszem. Hát ők a lengyelek voltak, azt hiszem. Lengyelek? Akkor lehet, hogy keverem, igen. Lehet, de most, most Grúziára mi jut eszedve Grúziára? Kvaracélia, egyértelműen Kvaracélia, Sztálin még ugye, ő a másik. Nem, komolyan. És te hogy hívod Grúziát? Grúzia vagy Georgia? Hát nekem Grúzia, én régen születtem, ezért nekem Grúzia. Értelek. Vagyis hát inkább Szovjetunió, ne. Tudsz grúzjátékost? Kvaracéliát. Kvaracélia, akkor van a Metsznek a támadója, akinek most de nem jut eszembe. Mondani, az könnyű, de most mondj egy védőt mondjuk. Hú, védőt mondani fejből. Hát ez necces. A kapusuk a Valenciának, a Mamardashvili, vagy valami ilyesmi. Igen, az. Gyorgyi Mamardashvili. Az, igen. Tehát, nem is ő fog védeni egyébként, hanem lója. De amúgy a 80-as években tök jó volt a grúz csapat a szovjet berkeken belül, szóval szerintem ez most egy ahhoz hasonló sztori náluk. Én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak amúgy lehet egy-egy jó meccse, amikor mondjuk például legyőzhetik akár a cseheket. Tehát Kvaracélia itt most azért fog küzdeni, hogy valami top csapathoz bekerüljön, mert ugye a Napoli az szétesik, és akkor itt most neki szerződés kell, akkor a Messznek a csatára, Mikua Dudze, hogy valahogy így hívják a fiatal srácot, ő neki például óriási szezonja volt itt a tavasz környékén, és ilyen játékosokkal, meg olyan küzdeni tudással szerintem náluk benne van az, hogy meglepetést okoznak. Nem gondolnám azt, hogy a törököket megszorongatják, mert én a törököket várom a második helyre. Én is őket várom. Én egyébként nem várok sokat a grúzoktól. Szerintem nem is állnak össze, nem szét is esnek, de hogy azt akarom mondani, hogy a grúz csapat táján azt a nevet, hogy Hello Georgi, azt nem mondja soha, mert 8 játékost is Georginak hívnak. Hát azért nem tudom, hogy ez honnan jött számukra. Zöld lehet ott minden, nálunk a Béla. Bár mondjuk más ilyen népszerű név nálunk. Nálunk már a Bence a legnépszerűbb név, azt tudtam. Nem tudtam. Tudod miért? Meg a Dominik. Bocsánat, nem is a Dominik a legnépszerűbb. A Dominikat azt értem. Mert ugye, most már.
Van egy Szoboszlai, tudod, Igen, van egy ismered? szó, igen, ismerős a neve. Na, szerintem ebben a csoportban a portugálok nyernek, törökök a másodikok, és akkor szerinted akár a grúzok jöhetnek harmadik helyre, gondolom, és a csehek az utolsók nálad. Igen. És nekem ilyen klasszikus leosztásnak tűnik ez a 9-6-3-0-ás csoportnak tűnik ez. Igen, és akkor még Grúzia akár tovább is juthat nálad? Hát figyelj, hogyha nem kapnak ki nagyon a portugáloktól, akkor akár még ott lehetnek ilyen legjobb harmadikként. Tehát, hogy még én azt is belelátnám, de lehet, hogy a csehek így annyira összekapják magukat, hogy így végül ők jutnak tovább, de én hiszek a grúzokba. Nekik is olyan szempontból szerencsés a sorsolás, hogy utolsóra mennek a portugálokkal, és akkor igen. Előtte a két fontos meccs, mert nyilván az a fontosabb. Igen, szóval ebből a szempontból ez. De a törököknél én például szinte kötelezőnek várom a második helyet, tehát hogy ez egy jól összerakott csapat, most tényleg ők nagyon rákoncentráltak a focira, jókorban vannak ez a 26-30 év között. Nem lesz ilyen nagy török összeomlás? Mert azért szokott néha lenni. Tehát beugrik például rögtön egy jelenet, most nem tudom már melyik tornán volt, hogy két török védő várta a labdát, és az ellenfél csatára vette le, meg elfutott vele, vagy nem is tudom, milyen volt a 16-os környékén. Szóval hát, lesz ilyen nagy török összeomlás? Én ezt így annyira meglepődnék rajta. Tehát ez a csapat most azért jóval fegyelmezettebb ennél, én azt gondolom. De akkor most nem a játékosokra gondolsz leginkább, tehát nyilván ők lesznek fegyelmezettek, csak hogy a háttér stáb az, ami annyira erős a törököknél? Hát Montellával ugye egy olyan szakmai stáb jött össze, akik tényleg fegyelmezettek, ugyanúgy, mint például az albánoknál is. Tehát, hogy összerántották a felkészülést, tényleg komolyan gondolták ezt a dolgot, nem véletlenül jött amúgy ő ide szövetségi a kapitánynak, tehát, hogy ugyanazt az elképzelést fogják majd játszani nagy valószínűséggel, mint mondjuk a magyar válogatott, vagy az albánok, tehát ez a masszív, defenzív játék, szervezettek, és ezzel ilyen csoportból tovább kell jutni, és azt gondolom, hogy ha egy csoport másodikak lesznek, ami hát most így gyorsan utána kell néznem, a D csoport győztesét kapják, hát akkor meg is szívták, mert akkor a francia vagy a holland, ott azért már lehet, hogy kiesés lesz a vége. De egyébként mondta, hogy a végén érkezett, tehát ő nem is volt végig a selejtezők alatt, hanem igen, de tavalyi szerintem... év végén, vagy valami ilyesmi. Igen, de szerintem ez így nem akkora probléma, tehát hogy ő össze tudta annyira rakni ezt a csapatot, hogy ez... Ja, persze, nem is az, csak hogy valószínűleg látott ebbe fantáziát, tehát azért vállalta el, meg azért, tehát hogy valószínűleg lát benne valami olyat, ami eredményességet, ami miatt elvállalta ezt az egészet. Igen, szerintem most amúgy ez a török foci, ez így rendben van, tehát hogy így minden pozícióban vannak jobb játékosok, nem kiemelkedőek, de csapatként jók. És tényleg vannak olyan fiatalok is, akik képesek váratlan húzásokra. Én például Arda Güler-től nagyon sokat várok amúgy. Tehát, hogy nem azért, mert hogy Real Madrid játékos, hanem mert tényleg sérülés után kvázi egy új közegben egy BL győztes csapatba berobbant a végén a spanyol bajnokikon, és Ancelotti is mondta, hogy kiemelkedő volt. Ő hány meccset játszott a Real Madridban vajon? 10 meccset? 10 meccset 6 gól? Igen, és amúgy ezek úgy, hogy eldöntött például olyan meccseket, mint a Sociedad elleni meccs. Szóval azért rangos meccseket döntött el a húzásaival. És tényleg, ahogyan így látta az ember, foghatatlan kategória volt. És úgy játszott, mint a Fenerbahçe-ba a második szezonjának a végén, amikor tényleg így mindenki azt mondta, hogy le akarja őt igazolni a Barca, a Real, a Manchester, mindenki. Hát nem akkor... Az ő góljára például fogadhatunk akár az első meccsen a Grúzia ellen? Szerintem simán. Sőt, akár a csehek ellen is. Szerintem simán. Tehát, hogy őt becserélik, vagy akár kezdő lesz, ezt most így nem tudom. Durva, és... fel annyi idős, mint Ronaldo. Igen, és amúgy itt a legfontosabb kérdés a végére, hogy ki nyeri az EB-t Magyarország. És hát ki lesz a döntős a magyarok mellett? Kit vernek meg a magyarok, igen. Nem tudom. Akkor én a németeket nagyon azt gondolom, hogy ők akár döntőbe is mehetnek tényleg, ahogy beszéltük az elején. Németek meg a nem is tudom, angolok. Egy angol-magyar ebédöntő 6-3. Ja, nem rossz, nem rossz. Figyelj, most csipeljünk a csoportkörre egy olyat, hogy szerinted ki lesz a nagy meglepetés, még annyit tippeljünk, és ki lesz a pozitív, nem a játékos téren ki lesz a csoportkör legjobbja, vagy a kiemelkedő gólkirály, lesz egyáltalán ilyen. Csoportkör legjobbja? Húha. És ez, hogy válogatott szinten, hogy ki lesz az, aki, most a bukásra menjünk vissza, az sokkal izgalmasabb. Ja, ki lesz az, aki mondjuk ilyen nem várjuk, de óriási meglepetés lesz így a csoportkör. Szoktak azért tudod elhasonlani, például a spanyolok akár 3 veresége kiesnek, vagy ilyesmire gondolok, lesz ilyen egyáltalán szerinted? Szerintem lesz. Én vagy a horvát, vagy a spanyolra mondanék, abból a csoportból egy csapatot mondanék, akik így kiesnek. Én is oda várom abszolút ezt a...
ezt a teljes elhasonlást. Aki meg ilyen játékos, hát nem tudom, ott kit mondanálak így. Hát én az angolokat, angoloknál látok ilyen lehetőséget, aki nagyon el fog szállni a csoport, már úgy gólok terén elmehet, mert hát azért abban a csoportban lehet gólokat lőni, én azt gondolom. Aztán lehet, hogy nem, de... Én amúgy azt is gondolom, hogy akár a németeknél a Füllkrug rúg egy 3-4 gólt a csoportba. De mármint, hogy a skótoknak vagy a svájciaknak, ugye, tehát magyaroknak. Igen. Miért nem kapunk? Tényleg, hogy kapunk gólt szerinted egyáltalán? Hát a németektől szerintem fogunk. A skót, Svájcot azt 8-0-val. Igen. Szerintem az egy tökéletes zárszó volt. Abszolút, abszolút. Akkor... A csoportkör után azért már még beszélünk, és akkor meglátjuk, hogy mi történt. Igen, akkor értékeljük, hogy minden bejött, és a magyarok ott vannak a legjobb 16-ban. Meg megnézzük, mi lesz a 8 Georgival addigra. Egyáltalán Georgi-nak hívják őket, lehet, hogy nem így, tehát nem Georgi. Is kell ejteni. Georgi. George Georgi-val mi lesz. Jó, hát köszi szépen, hogy elbeszéltük, akkor majd a csoportkör után találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.